harmadik tavaszi kirajzás nevű programunk. Ezt 2012-ben alapítottuk, ezt a Két Keréken klubot, ami egy motoros szerveződés, és annak az a harmadik tavaszi kirajzása. 10 órától hirdettük meg a motorosoknak a gyülekezőt. Ez egészen délig fog tartani, illetve szerintem még tovább is, mert folyamatosan fognak egyre többen szerintem érkezni. Ígéretet kaptam nagyon sok helyről, nagyon sok rangos motoros klubtól, motoros barátaimtól, egyéb szervezetektől. A Pest megyei rendőrfőkapitányságtól fogunk kapni motoros rendőröket, akik 3-4-12-re érkeznek. Az Országos Mentőszolgálat Motoros Alapítványától fognak érkezni, Két Keréken klubos felajánlások, díjak lesznek, gyertyadobáló verseny, gumidobáló verseny, motoros lassúsági verseny, motors szépségverseny, legöregebb jogosítványt fogunk díjazni, illetve lesz egy bukós isak szépségversenyünk, és folyamatos koncertes programok. ...2005-ben indultak Magyarországon mentőmotorok, akkor egy-egy hónapos próbaüzemmel, és 2006 óta folyamatosan dolgoznak Magyarország útjain mentőmotorok, így az idei évben is. Mindenféle esetekhez riasztanak bennünket a gyerekgyógyászati betegségektől, az infarktuson kereszt, és természetesen a közlekedési balesetek sem maradhatnak ki a repertoárból, úgyhogy mindenhez vonulunk, és mindenhez megvan a felszerelésünk. 2006 óta nem volt olyan eset, amit ne tudtunk volna megoldani, vagy ellátni. Hogy mennyire változatos az, hogy mikhez vonulunk, mondjuk az elmúlt két napnak a termését, hogyha elmondom, az M5-ösi motorunk, illetve az M3-asi motorunk is vonult súlyos életveszélyes állapotban lévő gyerekekhez, illetve volt agyvérzés, szívinfarktus, közlekedési baleset, ez az elmúlt két nap termése. Honda típusú motorkerékpárokat használunk, ez amivel most éppen én jöttem, ez egy Honda Pan Európa, ezen kívül Honda Cross Tourer van még a csatasorban, ezekkel dolgozunk alapvetően, és egy rohamkocsinak a felszerelése van a mentőmotorokra fölhalmozva tulajdonképpen. Minden megtalálható a mentőmotorokon, ami egy rohamkocsin is, azzal a különbsége, hogy minden sokkal kisebb, sokkal modernebb, sokkal jobban használható, illetve törekszünk olyan eszközök használatára természetesen, amik az egyszemélyes ellátás lehetővé teszik a számunkra. Mentőmotorjainkon felsőfokú végzettséggel rendelkező mentőtisztek, mentőorvosok dolgoznak. A mentőrobogónkon, ami a belvárosban dolgozik, ott pedig szakápolók teljesítenek szolgálatot, mindenkinek speciális képzésen kell átesni. Ez vonatkozik a motortechnikai képzésre is, amit minden évben mindenkinek meg kell újítani, és részt kell venni egy motortechnikai tréningen és egy vizsgán, és ezen felül pedig minden évben újabb és újabb szakmai vizsgákon kell megfelelni annak érdekében, hogy mindig a maximális segítséget tudjuk nyújtani azoknak, akinek szüksége van erre. Legélményedősebb szerintem a Los Rockner, ugye hát az mint úgy, vagy hát nem tudom, hogy köztudott-e, de ugye az egy magán pálya Németországban, és hát ez egy hatalmasat lehet ott motorozni, mert egy 45 kilométeres lezárt terület tulajdonképpen, és hát ez iszonyat lehet motorozni. Hát ugye aztán vannak itten Vihar, Horvát, Montenegro, Albán, hát az Albán ez egy csodálatos. Akkor fölmegy az ember Albániába, a tengerparton a legmagasabb pontjára. Egy ilyen 20-30-as szerpentinek vannak, tehát egy csodaszép. Hát ugye aztán vannak Görögország, van Korfu, hát mondjuk Korfu nincsen rajta úgy, hogy Korfu, de hát ugye Görögország, de voltam vele Korfun. Voltam Meteorákban, hát egy jó pár kilométert, ugye a Transzilvániában mondjuk a havasokon nem voltam, még a fogarasi havasokon, de idén tervezzük, hogy nagy valószínűséggel megyünk a fogarasokra. Hát egy csomó. Lengyelország nincs rajta, mert valamiért nem tudtam még beszerezni, de hát az rengeteg. Minden évben elmegyünk 3-4-szer Zakopánéba, meg Krakkóba. Én évi szinten egy olyan 12-13 ezeret le szoktam nyomni. Motorra? Motorra. Gratulálunk! Ahhoz képest ugye ezt ugye óra szerint vettem 7200 kilométerre, most van benne 50,
58 ezer, tehát azért 51 ezer 4 év alatt belekerült. Az egésznek ugye a fénypontja szokott lenni ez a déli gyülekezés köszöntés. A Gábor atya fogja megszentelni a motorokat, illetve fog egy rövid prédikációt tartani, megszenteli a motorokat, és ezután fog kezdődni maga a tavaszi kirajzás, ami most egy 30 kilométeres útvonalon Biatorbágy Zsámbék, Rom templom, ott megállunk egy 15-20 percre, a lassú motorok egyéb pihenőt tartunk, és a negyeres vonalba jövünk vissza. Ennek a tavaszi kirajzásnak egy jellegzetes eleme ugye ez, hogy megyünk egy kört, illetve hogy főzünk. Most egy marha gulyást fogunk főzni, amivel majd a klubot fogják tudni ezt megvásárlók támogatni 450 forintos egységáron. Egyébként itt folyamatos programok, gyerekprogramok, rajzverseny, rajzpályázatunk van, amit majd az interneten fogunk szavaztatni május 31-ig. Van arcfestés, gyerekprogramban van csillámtetoválás, úgyhogy nagyon jó kis programokat én úgy gondolom raktunk össze. Eddig minden évben valami jótékonysággal összekötöttük ezt. Az első évben ugye a 2012-ben 100 éves volt a pátyolgató óda, nekik gyűjtöttünk plüss állatokat, játékokat, majd át is adtuk őket. A tavalyi évben a Pátyi Általános Iskolának gyűjtöttünk irodaszereket, tanszereket, iskolaszereket, játékokat, amit szintén átadtunk. Az idei jótékonykodásunknak a célja az a Magyar Vöröskereszt segítségével ruhaneműt, illetve játékokat, plusz állatokat gyűjtünk nagycsaládosok, több gyerekes családok részére, és a Vöröskereszttől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ez a jótékonykodás az itt helybe fog végbe menni, tehát az összegyűlt ruhaadományokat, illetve játékokat itt a környékbe, a térségbe, ahonnan összegyűltek, ezek fogják szétosztani, úgyhogy továbbra is jótékonykodunk.